Apró termetű, de határozott kutya bodza. Dávidnak nagyon oda kell rá figyelni. Ő most sétáltatott először menhelyi kutyát. Nagyon jó nekik sétálni egyet. Meg a gyerekeknek is. Meg nekünk is. Otthon van kutya? Otthon nincs, mert ugye panel, és oda azért még nem. A legtöbben azért jönnek, mert otthon nem tudnak kutyát tartani, és segíteni szeretnének. Ez az asszony már az ötödik kutyával érkezik vissza a sétából. Nyugodtabb, húzós, össze-vissza, mindenféle. Milyen érzés őket sétáltatni? Hát szeretem őket. Hát ha nem szeretném őket, akkor már nem járnék ide ötödik éve. Szomorúan ugat Zénó és Csenge. Ahogy a kiíráson is látszik, őket ma még nem sétáltatták. Most 220 kutya van a menhelyen. Legjobb esetben is hetente legfeljebb egyszer tudják sétáltatni az állatokat. Az állatmenhelyen arra is figyelnek, hogy az egy kennelben lévő kutyákat egyszerre sétáltassák, így nem alakul ki feszültség, rivalizálás az állatok között. Egy hétvégi napon átlagosan 50 önkéntes jön a menhelyre, hétköznapokon kevesebben. Az utóbbi egy-két évben, de idén meg különösen sikerült jelentősen megnövelni az önkéntesek, sétáltatók számát, úgyhogy most már tényleg a rossz idők esetén is nagyon sokkal jönnek ki, még esőben is jönnek sétáltatni. Amióta pedig bevezették a középiskolásoknak a kötelező közösségi szolgálatot, több diák is jár ide. Ugye most jó, persze az iskola ugye által kell sajnos megcsinálni, hogy le tudjunk ugye érettségizni, de nagyon akkor is ezt én úgy is fogok majd jönni, hogyha nem kell. Ha nem lenne ennyi segítő, akkor az itt dolgozóknak esélyük sem lenne megsétáltatni az összes kutyát. Rajtuk kívül ugyanis 60 macskáról és sok beteg állatról is gondoskodniuk kell.